Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Digitális Téma Hét előtti utolsó webináriumon, amelynek témája a projekteredmények bemutatása lesz, annak kapcsán is, hogy tegnap megjelentek a pályázati feltételek és újabb különdíj kategóriák is megjelentek a korábbiakhoz képest. Ezért szeretnék egy kicsit segíteni abban is, hogyha valaki még nem próbálkozott a pályázattal, akkor hogyan, mire figyeljen oda. Sok ötletet szeretnék mondani, természetesen a profiknak nem sok újat fogok mondani, de azért igyekezni fogok, illetve hát azoknak remélem, hogy sokat tudok segíteni, akik már az utolsó simításokat végzik a tervezéssel kapcsolatban, és még azért egy-két új ötletre nyitottak, még tudnak bővíteni a projektjükön. No, hát akkor nézzük is sorba, hogy miről lesz szó. Hát először is ugye a digitális témahéten mini projektekkel indulnak az iskolák. Ez az, ami megkülönbözteti a hasonló kezdeményezésektől a digitális témahetet. Tehát önmagában az, aki egy ilyen mini projekttel indul a digitális témahéten, már önmagában az egy, hogy mondjam, külön díjat érdemel, hiszen ez nem egy szokványos dolog, amire vállalkoztok ti olyan sokan. A ti olyan sokan az jelenleg több mint 6000 tanár jelentkezett a digitális témahétre. Ez fog nőni hamarosan, reméljük, újabb regisztráló iskolákkal. És hát ezek a mini projektek sok mindenből tevődnek össze. Sokszor beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy projekt. Sokszor emlegetjük azt, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy projektnek nevezzük azt a munkát, ami zajlik. Itt ezen a puzzle rajzon ezek az elemek szerepelnek, de mivel a mai téma az eredmények, a projekt termékek bemutatására szorítkoznak, ezért hát azt kiemelve jelöltem a dián. Ugye a projektnek mindenképpen az egyik fontos eleme az, hogy egy világos, publikus eredménye, terméke legyen, még ha az nem is kézzel fogható. Én fel fogok sorolni néhány ilyen ötletet a teljesség igénye nélkül, és szeretnék hozzá eszközöket is ajánlani, régieket, beváltakat, vagy esetleg hirtelen helyzet miatt újakat is, de nem lövöm le a poént hamarosan, erről is beszélünk, hogy milyen váratlan események történtek az elmúlt napokban ezen a területen. Ugye abban a helyzetben vagyok most, hogy nem látszik az, amit én ide föltettem, ezért majd így, úgy mondjam, szavakkal igyekszem kiegészíteni, illetve még az egy megoldás, hogyha majd megnyitom a saját számítógépemen ezt a prezentációt, és onnan mutatom, és akkor a megjelenéssel nem lesz gond. Tehát amikor azt mondom, hogy gyümölcsöző tevékenységek, akkor tulajdonképpen arra gondolok, hogy olyan tevékenységek, amelyeknek valamilyen fajta eredménye, ha úgy tetszik, gyümölcse van, és itt természetesen sok tevékenység lehet, de most mi azokról fogunk beszélni, amelyek közvetlenül eredményt fognak itt produkálni. És akkor egy egész kis türelmet szeretnék kérni, mert váltani fogom a prezentációt azért, hogy ne legyen ezzel a dologgal probléma, és akkor
ha minden igaz, most látható. A prezentáció, és hát ha jól gondolom, akkor most rendben van, kérnék egy visszajelzést, hogy látszik-e a prezentáció, és most a gyümölcsöző tevékenységeknél vagyunk, tehát itt olyan tevékenységekre gondolok, amelyek egy kicsit komplexebbek, és amelyek kifejezetten a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztését célozzák. Nem akartam itt a Bloom taxonómia piramisát megint mutatni, de gondolok rá igazából. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy egy projektben tevékenykedünk, akkor abban biztos, hogy összetettebb tevékenységek vannak, azok vezetnek összetett eredményre. Tehát ilyesmi lehet, hogy valaminek az elemzése, lehet, hogy ezelőtt egyébként egy kutatás, akár közvéleménykutatás, vagy valamilyen vizsgálat is zajlik, lehet, hogy kísérletezéssel foglalkozunk, lehet, hogy értékelünk valamit, és biztos, hogy nagyon sok esetben történik alkotás a gyerekek részéről. Természetes, hogy egy projekt esetében ezek a tevékenységek mind úgy értendők, hogy ezeket a tanulók végzik, a projektek tanulócentrikusak, a tanár szerepe ilyenkor azért más, mint a nagyon hagyományos frontális helyzetben, amikor hát igazából egy olyan szereplő, aki rendkívül aktív, miközben a gyerekek nem annyira. A projektben pont fordítva van. A tanár szerepe más, de nagyon fontos, ha még sokszor a háttérbe húzódik is. Nos, ezeknek a tevékenységeknek az eredményeképpen jönnek létre különböző projekttermékek, vagy projekteredmények, amelyek aztán lehet, hogy már meg is születtek a terveitekben, tehát már tudjátok, hogy mi az, amit fogtok csinálni. Én megpróbáltam néhányat így összegyűjteni, hogy mi lehet itt projekteredmény. Hát az egyik dolog az, hogy ugye a diákok itt ebben az esetben, mint tartalomfejlesztők, és nem mint tartalomfogyasztók jelennek meg. Ez nagyon lényeges, régóta hangsúlyozzuk, és ez csak annyit jelent, hogy régóta kell hangsúlyozni, még mindig. Hát három kategóriát lehet itt látni, az online tartalom, a rendezvény és az offline tartalom, ezt én osztottam fel így, nyilván lehetne másképpen is. Az online tartalom esetében lehet mondjuk egy digitális történet, különböző formában tálalva, elmesélve az eredménye a projektnek. Lehet akár egy vagy több prezentáció, hogyha a gyerekekről van szó, akkor mi biztos többen is vannak, úgyhogy a prezentáció az akár többes szám is lehet. A személyes kedvencem a Wiki, amiről majd külön fogok beszélni, ami ugye hát őse a Wikipédiának, vagy alapja, de nem a Wikipédiára gondolok. Majd egy picit később ezt kifejtem. Aztán ezen kívül lehet, hogy létrehoznak a gyerekek egy honlapot, vagy blogot, vagy vlogot, hogy kicsit divatosabb szóval hozakodjak elő. Aztán, ha rendezvény lesz a projekt végén, akkor lehet, hogy bemutatnak valamit, eljátszanak valamit, akár egy színdarab is lehet a végeredmény, de lehet, hogy egy bemutató, egy kísérlet bemutató, vagy akár divat bemutató is lehet a projekt eredménye. De lehet, hogy egy olyan rendezvény van, amelynek során aktívan részt vesznek valamiben a jelenlevő diákok, vagy tanárok, vagy éppen szülők, tehát nevezhetjük ezt workshopnak, vagy műhely munkának is, de az is lehet, hogy a projekt eredménye egy játék, egy vetélkedő, egy verseny, amit a diákok mások számára
szerveznek. Ugye láttunk az elmúlt években nagyszerű társasjátékot, például egészen nagyméretűt is, ilyen tornaterem kategória, ha visszapörgetjük, vagy keresgélünk a neten, rengeteg ilyen nagyon kiváló ötlettel lehet találkozni. Ha offline tartalomról van szó, mert hát végül ilyen is mi is van, akkor lehet, hogy létrehoznak a gyerekek egy dokumentumot, ami lehet egy könyv, egy füzet, egy brosúra, egy tájékoztató anyag, vagy lehet kifejezetten egyfajta kiadvány, ami akár publikus is lehet az iskola falain kívül is, nem csak belül, lehet, hogy egy receptkönyv vagy szakácskönyv készül, tehát sokféle kiadvány lehet. Lehet szó kiállításról, ahol a kiállítás tárgyai azok tulajdonképpen offline tárgyak, de lehet, hogy hozzájuk kapcsolódik digitális tartalom is, erre is mutatok majd egy példát, és lehet, hogy valamilyen dekoráció készül, a projekt eredménye valaminek a díszítése. De természetesen, ahogy látjátok a képen, a határ a csillagos ég, mert nagyon sokféle projekt eredmény lehet, amelyeket érdemes és kell is bemutatni. Na most kinek mutatjuk be? Hát egyrészt nagyon fontos, hogy a gyerekek lássák azt, hogy az ő munkájuk eredménye az megmutatkozik, megmutathassák az ő munkájukat, megmutathassák azt, hogy miért dolgoztak. Tehát elképzelhető az is, hogy ez egyfajta ilyen osztályok közötti kisebb fajta versengés is lehet, ha több projektről van szó. Van ilyen iskola is, és jövő pénteken megyünk is egy ilyen iskolában, meghívást kaptunk, hogy segítsünk a zsűrizésben, több projektet is bemutatnak majd a gyerekek. Tehát ez fontos, hogy a gyerekek bemutathassák, megmutathassák magukat, de az is fontos, hogy az iskola többi része, a tanárok, szülők, többi diák is lássa a projektek eredményét, mert lehet, hogy ők is kedvet kapnak hasonlóba részt venni, lehet, hogy máskor is lesz mód hasonló tevékenységre, és akkor egyre kevésbé kell egy bizonyos hétre koncentrálni, hanem a digitális témahét akkor így kiterjed szélesebb időszakokra is, míg nem egyszer csak azt mondhatjuk, hogy már nincs digitális témahét, mert az egész tanévben hasonló módon, vagy projekt, vagy nem projekt formában, de a digitális technológia gazdagítja a pedagógiát. Ha a digitális pedagógiáról beszélünk, akkor azért ne felejtsük el, hogy a hangsúly még mindig a pedagógián van, mert hiába vannak szuper eszközeink, applikációink, mobiltelefonok itt-ott, ezt még, ha a pedagógia nincs rendben, akkor az még teljesen vidáman elrontható. Úgyhogy ha a pedagógiai alapok erősek, a terv jó, az értékelés ki van találva, akkor lesz sikeres az egész. Nem biztos, hogy mondjuk a mobiltelefon kijelzőjén, vagy egy, nem tudom, egy adott sávszélességen fog megbukni a projekt. Bár persze ezek is fontosak. Na most nagyon lényeges, hogyha készülünk a projekt eredmények bemutatására, akkor amikor ezeket készítik a gyerekek, akkor fontos, hogy ők tudják, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie azoknak a tartalmaknak, amiket ők készítenek. Ez azt jelenti, hogy ne utólag derüljön ki, hogy mi a jó prezentáció, vagy mi kell a plakátra fölkerüljön, vagy milyen követelményeknek kell megfelelni, mondjuk gondolok például a pontos hivatkozásokra, az idézés szabályainak betartására, vagy egyéb követelményekre, vagy arra, hogy hogyan kell egy videót elkészíteni, mi szerepeljen rajta, mi ne szerepeljen rajta.
Tehát ezeket a kritériumokat érdemes előre tisztázni, akár megbeszélni, de mindenképpen rögzíteni. Mert amikor a gyerekek dolgoznak ezeken a tartalomfejlesztési munkákon, akkor jó, ha a kezükben van egy úgynevezett ellenőrző lista, amit én ezzel a kis grafikával igyekeztem itt ábrázolni. Tehát ő ma maga a készítés során már tudja, hogy jó úton halad vagy nem, mert ott teljesen aprólékosan szerepel, mondjuk egy prezentáció esetében, hogy a színek így vagy úgy vannak beállítva, a betűtípus ez és ez, a betűméret, ennyi darab kép, ilyen kép, szerzőjogilag rendben levő tartalom, és így tovább. Ezeket mind érdemes definiálni és odaadni előre, hogy erre figyeljünk oda. Tehát tulajdonképpen minél több ilyen ellenőrző lista van, annál biztosabb a siker, de nem is ez a legérdekesebb szerintem, hanem az, hogy a diák közben rendkívül motivált lehet, és tudja, hogy jó úton jár, és már előre örül, és nem kell megvárni, hogy vajon a vége jó lesz-e, mert már közben is nagyon jó, és már közben is tudja, hogy ő jó úton halad, és egymásnak és maguknak is így adnak visszajelzést a gyerekek. Na nézzük akkor, hogy milyen eszközök vannak konkrétabban. Kezdjük az online fali újság plakát műfajával, és kezdjük a legfrissebb hírrel. Napokban változás történt a sokak által nagyon kedvelt Padlet oldalon, a tanárblog is írt erről a napokban. Aki belép a Padletre, azt egy levél fogadja, ebből egy részletet ide ki is tettem, amely azt mondja tulajdonképpen, hogy hát ingyen ebéd nincsen, és mostantól egy picikét fizetősebbé válik a szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen összesen néhány ilyen fali újság lehet. Mindenkinél kiszámolják, hogy mennyi, tehát maximum 5 ilyen Padlet lehet. Nekem mind a két accountomnál, minden két felhasználónál jelezte, hogy ami eddig megvan, nagyon jó, még 3-at csinálhatok, és akkor az van ingyen, és a többi már nem. És hát korlátozás van ugye a file méretek tekintetében is, hogy mennyi tölthető föl. Itt egy linket és egy képet lehet látni a jobb oldalon. Aki nem ismeri ezt, vagy új még a digitális témahéten, annak ajánlom, hogy ezt a linket írja föl magának, vagy üsse be a böngészőbe. Ez egy csuda jó Padlet, amit a 16-os digitális témahét után készítettünk, tehát tulajdonképpen a tanárok készítették, akiknek volt kedve ebben részt venni, és sokan megírták, hogy milyen tapasztalataik is voltak a digitális témahéten, mit csinálták, mit csináltak, és milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, csak így, ahogy így ránézek a nevekre, már látok kettőt, aki itt van most is. Szeretettel köszöntöm őket a hallgatóságban, tehát ők már egészen profik persze. Úgyhogy aki még nem látta ezt a Padletet, ezt mindenképp nézze meg, bár nem fog eltűnni, mert hát hiszen megígérte a Padlet. Tehát igazából már újonnan nem érdemes ebben nagyon belefogni, bár tényleg nagyon jó volt, hanem mutatnék 3 másik lehetőséget, amivel még mindig érdemes foglalkozni. De ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy tulajdonképpen hát valóban nincs ingyen ebéd, tehát ez a dolgok rendje, hogy hát fizetünk. Köszönöm Imrének, hogy betette a linket, hogy hát fizetünk azért, amit kapunk, és hát sajnos ez ilyen, úgyhogy hát valószínűleg tovább
nézelődünk, hogyha ingyenes megoldást szeretnénk, de van megoldás, úgyhogy nyugi. Az egyike az ingyenes megoldásoknak, ami tulajdonképpen egy első látásra egy parafatáblaja rajta post-itekkel. Ennek az a neve, hogy Linoit, és hát tulajdonképpen valóban elsőre ezt lehet vele tenni, hogy különböző színű ilyen kis cetliket lehet fölragasztani erre a kis képzeletbeli parafa táblára, de hát valójában arról van szó, hogy nagyjából ugyanazt tudja, mint a Padlet, ilyen tekintetben, tehát be lehet ide képet is helyezni, szöveget is lehet, és videót is lehet. Ott látszik a baloldali képen is, ott a cetlik alatt, hogy csatolni is lehet állományokat. A jobboldali képet pedig csak azért tettem ide, hogy mutassam, hogy ez a parafa háttér, ez nem kötelező egyáltalán, lehet másmilyen. Tehát tulajdonképpen ezzel is létrehozhatok saját ilyen hát online faliúságok, vagy plakátok, vagy hasonlók, mind a mellett, hogy a Linoit ilyen együttműködésre, vita eszköznek is használható, vagy gondolatok összegyűjtésére is használható természetesen. Egyet szeretnék mindenkinek a lelkére kötni, aki még ezt nem próbálta, hogy miután bejelentkeztünk, akkor első dolgunk legyen egy csoportot létrehozni. Nem túl bonyolult, meg lehet találni, a grup feliratot kell keresni, és a csoport létrehozása után oda hívjuk meg a tanulókat, e-mail cím kell hozzá, tehát e-mail cím alapján, és egyszerre azt hiszem 10-et lehet meghívni, de hát idő van, úgyhogy mindig lehet többet is, és akkor ennek az az értelme, hogy az általuk, a csoport által elkészített ilyen táblák, azok nem lesznek publikusak, ellentétben azzal a kettővel, amit itt látunk, mert ezeket a neten publikusan mégpedig jogtisztán lehet elérni, úgyhogy hát a mieink lehet, hogy nem pont olyanok, amit mindenkinek látnia kell. Úgyhogy ez egy lényeges dolog. A régi barátunk a Linoit, reméljük, hogy még továbbra is itt lesz velünk. Még egyszer mondom, ha nem faliúságként használjuk, annak is vannak nagyon klassz lehetőségei. Érdemes játszani a színekkel, tehát meg lehet mondani, hogy aki egyetért valamivel, az használja ezt a színt, és így tovább. Míg a Linoit az egészen egyszerű eszköz, tehát aki még nem kezdett bele ilyesmibe, és egy kicsit bátortalan, annak mindenképp ajánlható egy különbséggel, hogy, vagy hát egy megjegyzése, hogy angolul van. Addig a Sway, ami a következő, az egy komplexebb eszköz, de én szerintem ez sem ijesztő, viszont azt gondolom, hogy sokan nem ismerik, vagy nem nincsenek tudatában annak, hogy ott van a számítógépükön egy fantasztikusan sok oldalú és gazdag eszköz. Ez ugyanis az Office része, a Microsoft terméke, ez a Sway, és elég gyorsan, elég profi eszközökkel lehet összehozni egy ilyen faliúságszerűséget, vagy plakátszerűséget. Itt két ilyen ablakot, tulajdonképpen egy ilyen vágóasztalt hoztam ide megmutatni, és hát lehet látni, hogy videót is, képet is, szöveget is be lehet tenni, lehet keresni, nagyon kulturált, hogy nem kell feltúrni a fél Google-t, mert itt rögtön lehet képekre keresni, videókra keresni, és nagyon barátságos olyan szempontból, hogy ilyen kis buborékokban segít abban, hogy hogyan kell eljárni. Tehát itt látható képek egyébként valamiért jogtisztának számítanak
a kereső szerint. Ahogy a baloldali kisebb képen látszik, itt közösen is lehet dolgozni, tehát meg lehet osztani ezeket az eszközöket, vagy a tartalmakat, és online lehet ezt különböző felületeken megjeleníteni, tehát az a kívánalom, hogy a felhőben tároljuk ezeket a tartalmakat, ez teljesül. Itt a csetet érdemes figyelnetek, mert ott okos dolgok vannak, tehát ahogyan Károly írta, tehát ez a Sway elérhető annak is, akinek nincsen intézményi Office 365 fiókja, de hát tulajdonképpen hát egy kisebb ugrással megoldható ez az iskolában. És tényleg ajánlom ezt az eszközt, ott van kéznél, és jó, jó eszköz. Tehát szerintem van hozadéka, hogy egy kicsit komplexebb eszközt megismerjenek a gyerekek, minden esetre jól harmonizál mondjuk a PowerPoint-tal például, ami majd mindjárt következik. Oké, következő eszközt egy kolléganőmtől hallottam, a Padlet szomorú híre nyomán, ez a Netboard Me, ez tulajdonképpen, ha azt kellene mondani, én azt gondolom, hogy ez az új Padlet, vagy ez az, ami átveszi azt, amit a Padlet tudott. Kis regisztrációs idő után rögtön létre lehet hozni ilyen tartalmakat. Ahogyan lehet látni itt a cím alatt, ilyen fülek is vannak, tehát füleken több lapon el lehet helyezni a tartalmat. Itt most jelen esetben két képet tettem be mintaképpen. A kicsi sárga keretes képen az látszik, hogy ilyen különböző beépített elrendezéseket is támogat, ha úgy tetszik, ilyen stílus szerűségeket, és itt is lehet együtt dolgozni, meg lehet könnyen osztani, nagyon sokféle beállítás van a látvánnyal kapcsolatban. Itt szeretném mondani, hogy arra figyeljünk, hogy a látvány, vagy a színek, vagy ilyen formai dolgok ne vigyék el az időnek a nagy részét, hanem a tartalomra is koncentráljunk. Ezek az eszközök mind azért jók, mert megtehetjük már azt, hogy viszonylag keveset foglalkozzunk ilyen pepecselős feladatokkal, és a lényegre tudunk koncentrálni. Tehát ne felejtsük el, hogy mi valamit szeretnénk bemutatni, és hát az a valami, amíg az létrejön, az egy fontos dolog, és ne a bemutató készítés töltse ki az egész projektet tulajdonképpen, hanem legyen tényleg valami tartalom is benne. Oké, a következő egy kicsit már a kiadványok irányába mutató eszköz. Ez az eszköz nagyon sok mindent tud, sok mindent lehet vele csinálni. A neve a bal felső sarokban nagyon szerényen látszik, Canva ez a neve. Képeslapot lehet vele készíteni, meg plakátot, meg mindenfélét, és van benne ilyen brosúra szerkesztő is. Nem tudom, mennyire látszik, hogy ez a pizza, ez egy ilyen háromba hajtható hirdetés, ez a pizzás hirdetés, ez egy beépített, ingyenes ilyen minta. Tehát ezt csak azért mondom, mert hogyha azt mondjuk a gyerekeknek, hogy akkor kéne készíteni ilyen leporellószerű, ilyen szórólapokat mondjuk környezetvédelmi témákban is, azt bemutatni, akkor
nagyon sok időt elvehet, hogy akkor nulláról kitaláljuk, hogy mekkora, meg hogy csináljuk meg. Vannak rá eszközök persze, de például a Canva arra jó, hogyha a lényegre akarunk, a tartalomra koncentrálni, hogy egy pillanat alatt ad segítséget hozzá, tehát itt a pizza kicserélhető másra, szövegek, stb. Tehát látnivaló, hogy ez nagyon gyorsan eredményt hoz, és ez nagyon fontos, hogy az eredmény gyorsan látható legyen, mert akkor fenntartható még a lelkesedés, és akkor mindenki úgy érzi, hogy hú, valamit gyorsan letettem az asztalra, aztán persze lehet dolgozni vele. Itt az arra kell számítani, hogyha nagyon jó minőségben van szükségünk a grafikára, amit a Canva készít, akkor az persze nem ingyen van, de igazából hát meg lehet oldani. Hogyha online célú a dolog, akkor nem olyan vészes. Ki kell próbálni, hogy ez nyomtatásban mit tud, ezt nem próbáltam. De például ez egy brosúra minta, de vannak másféle minták is, nagyon sokféle. Online eszköz nem kell telepíteni semmit. A következő témakör szintén az online kiadványhoz kapcsolódik, hogy mi van akkor, hogyha a projekt során valamilyen dokumentum készül, például volt többször is lehetett találkozni olyan projekttel, ahol mondjuk egy iskolaújság, vagy egy valamit népszerűsítő kiadvány, vagy valami közösen elkészített könyvszerűség, vagy magazin készül. Egy ilyen online magazin az nagyon menőn hangzik, vagy jól hangzik, hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk a gyerekek együtt hoznak létre egy ilyesmit, és az a projektnek a vége. Ráadásul egy ilyen kiadvány bármekkora lehet, tehát hogyha 5 órát szánunk a projektre, akkor is el tud készülni egy, nem tudom, utikalauz például, de hogyha több időt, akkor többet is ki lehet ebből hozni. A bal oldalon látható két szolgáltatás, ez a Jómag és az Issue, ez mind a kettő alkalmas arra, hogy egy már elkészült dokumentumot, hát ilyen lapozható online kiadványjá alakít, és az online elérhetővé válik. Én nehezen használom az e-book szót, én egy ilyen lapozható online kiadványnak nevezném inkább ezt, és ehhez kapcsolódóan aztán a nemrégiben tárgyalt téma, amiben nem fogok részletesen belemenni, az, hogy vannak olyan online eszközök, amelyel egészen jópofa, kicsiknek is jól használható ilyen kisebb kiadványok, vagy nagyobb kiadványok készíthetők, amiben még interaktív részek is vannak. Hát most, hogy ez mennyire e-book, vagy micsoda, az mindegy, sokféle elképzelés, vagy megközelítés lehet, de itt látható ez a webcím, ami itt a kék keretben van. Ez egy néhány héttel ezelőtt, talán 2 héttel ezelőtt volt Egri Józsefné Itt-Winning nagykövet előadása pont erről, úgyhogy én erről nem is szeretnék beszélni, mert ő részletesen bemutatott ott több megoldást is, úgyhogy aki azt látta, az tudja, miről beszélek, aki meg nem látta, az megnézheti egész nyugodtan. Ott is vannak ilyen eszközök. Az a lényeg ebben is, hogy a hangsúly azon van, hogy gyorsan tudunk létrehozni tartalmat, vagyis már megvan a szövegünk, elkészítettük okosan a szöveget, gyűjtöttünk vagy készítettünk hozzá képeket, meg egyéb tartalmakat, akkor már egy kisebb időintervallumot vesz igénybe az, hogy ebből aztán egy végtermék legyen. De nagyon fontos, hogy olyan legyen a termék, hogy arra akár még a következő tanévben, vagy akár később is
vissza tudjanak tekinteni a gyerekek, lám, lám, ezt mit csináltuk. Vagy otthon megmutatni a szülőknek, vagy elküldeni a linket. Ez legalább annyit ér, mint maga a közös munka. A következő egy kevéssé, vagy talán kevesebbek által ismert alkalmazás, ez az e-link.io néven fut, és ezzel nagyszerűen lehet linkgyűjteményeket bemutatni vagy készíteni. Látszik is ez a digitális toltartó, itt ami a jobb oldalon van, ez tulajdonképpen egy linkgyűjtemény, amit el lehet látni különböző annotációkkal, tehát lehet róla bőven is írni, tehát hogyha a gyerekeknek az a feladata, hogy valamilyen kutatást végezzenek, és összeállítsanak egy linkgyűjteményt, akkor ugye ez, mint látszik, ez sokkal több annál, mint hogyha egy lista lenne. A bal oldalon éppen ezek ilyen pro elrendezések, de van ingyenes is, tehát olyan elrendezések vannak, amik egy kicsit ilyen újság vagy weboldal szerűvé teszik az egésznek az elrendezését, és ennek is az a lényege, hogy pillanatok alatt lehet elkészíteni. Tehát nem azzal megy el az időm, hogy ezt így beállítsam, hogy ilyen háttér legyen, meg úgy legyen, hanem ez mindent kiszolgál ez az e-link, és többet is össze lehet gyűjteni, nagyon jól lehet ajánlgatni, egymásnak megosztani, szóval egy nagyon klassz dolog ez. Most itt megjelent egy YouTube-os link. Ja igen, ez az előbb említett előadása Egri Józsefné Icának, tehát mindenképpen nézzétek meg, ha még nem tettétek. Oké. Maradnék a gyűjtemény témakörnél. A gyűjtemény témakörrel kapcsolatban van egy, hát egy kicsit tulajdonképpen a közhelynek is felfogható a Pinterest nevű sokak által kedvelt képgyűjtő, kép megosztó szolgáltatás. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok lehetőség van, nem csak az ötletgyűjtés szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy itt minőségi gyűjteményeket lehet létrehozni úgy is, hogyha nincsen, nem áll rendelkezésünkre elég saját kép. Ez a példa egy gyűjtemény, amit én készítettem már jó régen, nem tudom, talán 5-6 éve, és mindig, amikor van egy kis időm, bővítem. Miről van szó? Hát kicsit kémia, elnézést. Ennek az a neve, hogy periódusos rendszer, és ez úgy működik, hogy arról szól, hogy minden egyes kép valamelyik kémiai elemhez kapcsolódik. Tehát például hát a fermium az egyértelmű, hogy ábrá látszik Enrico Fermi, mellette például a lantán az 57-es rendszámú elem ehhez kapcsolódóan van egy kép, hogy a Toyota Priusban, az akkumulátorban ilyen elem található. És ahogy látjátok, 85 elemnek készítettem el így a képét és a hozzátartozó, tehát a képet nem én készítettem, a képet összevadáztam itt a Pinteresten, de a Pinteresten nem mint kémiai elem vagy kémia elemhez kapcsolódó képek voltak, hanem azt én kerestem meg, hogy mi lenne a legmegfelelőbb, amivel meg lehet mutatni, hogy hol jelenik meg a természetben, vagy a technikában, vagy az életben az adott kémiai elem. Tehát ez, hogyha egy gyerekcsoport csinálta volna, az nagyon jó kis projekttermék lett volna. Hát így is jó, csak nem projekttermék. Tehát azt mondom, hogy saját képekből, meg Pinterestes képekből tematikus gyűjteményeket lehet létrehozni, amik aztán még később is sok mindenre jók. Tehát
És hát természetesen feltétlenül kell angolul csinálni. Hát én angolul csináltam, mert így hát sokkal többen nézik, látszik, hogy 137 követője van, tehát aki figyelgeti a táblát, hogy kerül-e föl új dolog. A következő egy olyan termék, ami tulajdonképpen egy ötlet szeretne lenni. Ez egy térkép, ahogyan lehet látni. Akinek van QR kód olvasó a telefonján, egész nyugodt, és jól látszik a képernyőn ez a dolog, egész nyugodtan olvassa be valamelyik kódot, és érdekes dolgot fog látni. Tehát ez a QR kód ugye egy örök sláger, nagyon régóta, és mindenki szereti, mert könnyű elkészíteni. Aki még nem csinált ilyet, annak mondom, hogy csak be kell írni egy QR kód, és akkor ezernyi ilyen, hát főleg angolul, de van magyarul is, ilyen készítő oldal van, és akkor vagy egy linket kell belerejteni, vagy egy kicsi méretű szöveget, és akkor így előhozható fotó, előhozható videó, Hajni meg is találta a brummot, ugye itt több brumm is van, ha nagyon, bár az egyik csak, igen. Szóval Ausztráliában az olyan, mint egy mackó, de nem mackó, ugye, a koala. Tehát tulajdonképpen azért írtam, hogy zárójelbe a tér szót, mert bármit lehetett, hogyha készítünk egy papír plakátot, mondjuk papírból elkészítünk egy idővonalat, amit szépen elkészítünk, és kirakjuk a folyosóra mondjuk, akkor egy csomó QR kóddal gazdagítható ez az egész, kiterjeszthető, és ugye az ott levő szövegekhez videók játszhatók le, feladványok kapcsolhatók, elindítható kvízek, tehát egy olyan tárlatvezetés, amiben a QR kód egy nagy interaktivitást ad, és hát mindenki nagyon szívesen használja valami értelmes célra a telefonját, és ez egy értelmes cél, és mindenkinek a telefonja alkalmas arra, hogy QR kódot beolvasson. Persze, hogyha videó lejátszás van, akkor kell hozzá net is, de hát ebben most nem mennék bele, hogy az hogy van, de hát azért nem egy lehetetlenség. Tehát nem biztos, hogy ez térkép, lehet, hogy egy festményről van szó, és ahhoz rakjuk hozzá, de lehet, mondom, egészen más dolgok, például idővonal, vagy valami más alkotás, ami gazdagítható ilyen QR kódokkal. Ja, attól függ, mekkorák a gyerekek, mert ez például egészen kicsiknek is működik, például, hogyha meg akarjuk nézni, melyik állat hol él és hol nem él, tehát ez ebben megint csak rengeteg lehetőség rejlik. A következő témakör, amit már beígértem, hogy lesz, ez a wiki. Ugye a wiki a közös tartalomkészítésnek az egyik csúcsa. Ez azt jelenti, hogy az emberek közösen tudnak szerkeszteni egy weboldalhoz hasonló tartalmat, ami kinézetre vagy végeredményre nagyon hasonlít ahhoz, amit a Wikipédián is látunk. Ugye a Wikipédia a leghíresebb wikirendszer, de sok wikirendszer lehet, és nem kell mind publikus legyen, tehát zártan is dolgozhatunk a gyerekekkel. Tehát egy kis enciklopédiát is létre tudnak hozni a gyerekek, az benne a jó, hogy minden gyerek mindent tud szerkeszteni, ezért egymás tartalmait is ki tudják javítani, és ki tudják egészíteni, a tanár pedig jól tudja ezt követni, hogy ki mit csinál. Na most tulajdonképpen három híres, ugye két szomorú dolog van. Az első szomorú dolog az, hogy magyarul nincs egy ilyen eszköz, ami úgy mindenki számára elérhető lenne. Ugye vannak olyan zárt rendszerek, ahol esetleg van wiki belül,
valamilyen wiki megoldás van, hogy jobb van, hogy rosszabb, tehát bizonyos moodlogban is elérhetők, hát annyira nem szuperül működnek, legalábbis ezekhez képest, ami itt van. Az én személyes kedvencem a Wikispaces volt, mert ők is bejelentették, 2005 óta létezett ez a rendszer, és bejelentették, hogy júliusban befejezik a pályafutásukat, lehúzzák a redőnyt, nem tesznek már bele több fejlesztést, és bezár a Wikispaces. A másik kettő, a PBWorks nagyon sokat változott az évek során, és egyre ilyen kereskedelmi irányba ment, most már csak egy wiki ingyenes, és a maradék, harmadik a Wikidot, pedig öt wiki rendszert engedélyez, tehát az azt jelenti, hogy öt ilyen terméket, ami elsőre jól hangzik, de a másodikra már nem annyira. A Wikispaces-ben nagyon kedveltem azt, hogy ahogy a gyerekek dolgoztak benne, az vizuálisan megmutatta a rendszer, mentettek el, mikor mentettek, ki az, aki most épp gépel, ki az, aki épp nem csinál semmit, vagy hogyan alakul, nagyon-nagyon jól lehetett ezt látni. Hát reméljük, hogy lesz egyszer egy megoldás. A Wikipédia jelét azért tettem ide, mert ilyen nagyon magas szintű, hát a nagyon, hogy mondjam, informatikailag képzett diákoknál és idősebb diákoknál elképzelhető az a projekt is, hogy az igazi Wikipédiába készüljenek szócikkek. Ebben nem megyek bele, de az egy nagyon szép dolog wikipédistának lenni, úgyhogy az egy jó cél és egy nagyon nemes dolog. Úgyhogy ilyet megtanulni az iskolában, hát tulajdonképpen maga a kánoán. A következő téma az egy tulajdonképpen semmi extra, mindenki gondolt erre, gondolom. Ez pedig a prezentáció, tehát hogy prezentációkat lehet tartani. Ugye a prezentációra két nagyon jól ismert eszköz van. Az egyik ugye a maga a PowerPoint, a másik pedig a Prezi, amiből most már kettő is van tulajdonképpen. Prezentációknál, ha valami hozadéka lehet a projektek esetében, az az, hogy egy kicsit megtaníthatjuk a gyerekeket arra, hogy hogyan kell és hogyan nem szabad esetleg prezentációt készíteni. Ugye a prezentáció műfaja az veszélyes nagyon, mert nagyon frontális, és a másik, hogy hát ugye van a prezentáció általi halál fogalma, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy borzasztó unalmas vagy valami nagyon rettenetes diákkal tarkított előadás nagyon káros lehet a hallgatóság számára. Én a Facebookon levő pocsék prezentációk csoportból szedtem három képet, amiket még évekkel ezelőtt én gyűjtöttem vagy készítettem. Hát ugye középen ez a csoda, ez a nagyon szép szivárványos dolog, ugye, hát ez a színek és a tartalmak burjánzása, ami itt van. Aztán egy példa a színekkel kapcsolatban, a kontrasztok használatával kapcsolatban, és egy példa arra, hogy hogyan ne hivatkozzunk forrásokra tulajdonképpen, tehát ha azt írjuk oda, hogy forrás Wikipédia, vagy forrás Google, az sajnos nagyon kevés. A Prezivel kapcsolatban ugye vannak előnyei, hátrányai. Az előny az, hogy van benne némi látványosság, van, aki nem is, van, aki azonban ezt nem szereti. A hátránya az, hogy azért nem biztos, hogy mindenki ismeri, tehát meg kell tanulni, és ugye most már kétféle is van, a Prezi Classic és a Prezi Next, az új embereknek már a Prezi Next van, én nem annyira kedvelek, jobban szerettem a régit, én nekem mindkettő még van, mert ilyen régi ember vagyok, és hát gondolom nálatok is hasonló helyzet. És hát a PowerPoint is teljesen jó,
nem az eszköz a hibás azért, hogyha valami prezentáció fájdalmasan néz ki, vagy fájdalmasan sok szöveget tartalmaz. Azt kell tudni, hogy a prezentáció az egy ilyen élő műfaj, az önmagában maga a prezentációs fájl, az nem helyettesíti azt, ahogyan még az előadó hozzátesz szóba. Tehát azért erre kell figyelni. Még néhány ötlet következik. Az egyik képregény sokakban megfogalmazódik, hát természetesen lehet rajzolni is. Itt két eszközt mutatok, amit érdemes kipróbálni. Az egyik ez a Pixton, a másik a Storyboard Dead. Mindegyik esetében az kell, vagy úgy működik, hogy vannak ilyen üres négyzetek, amibe be lehet húzni háttereket, és be lehet húzni szereplőket, és a szereplőkhöz, vagy tárgyakat, és azokhoz pedig ilyen szövegbuborékokat lehet készíteni. Az előnye az, hogy gyorsan lehet csinálni, a hátránya pedig az, hogy ugye egy fix készletből kell gazdálkodni, tehát az van, ami van, de azért hogy mondjam, gazdag, ha megnézzük itt fönt, hogy mennyiféle kategória van, ahol ilyen képeket lehet találni. Ha valaki ennél egyszerűbben gondolkozik, akkor lehet készíteni fotosztorit. A fotosztori pedig azt jelenti, hogy képek egymás utánját vetítjük le, és akkor oda lehet szövegalámondást elképzelni, vagy pedig feliratokat lehet. A fotosztori az tulajdonképpen az, ahogyan a nyaralási fotókkal kínozzuk a rokonokat, amikor egymás után, nem tudom én, 40, 60, 100 olyan képet mutatunk, ami nekünk nagyon szép emlék, de másnak nem annyira. Na mindegy, a fotosztori is egy lehetőség, az nagyon gyorsan készül. Például meg lehet tenni, hogy meséket fotosztorivá alakítunk, tehát mese jeleneteket készítenek mondjuk a gyerekek, akár Lego figurák segítségével. Akinek van Lego Story Starter nevű alkalmazása és csomagja, az szintén tud ilyen képregényhez hasonló ilyen Lego történeteket készíteni. A következő megoldás, ha animációkat készítenek a gyerekek, itt két eszközt mutatok, mind a kettő elég jó. A baloldali a Biteable, a jobboldali pedig három eszközt mutatok, de az egyiket végére hagyom. A Biteable az egyik, ez a bal oldalon található, és hát ezzel ilyen videószerű animációkat lehet létrehozni. Hátránya az, hogy fölteszi a logóját az animációra. Tehát itt például a képen az látszik, hogy egy nő fog egy ilyen táblát, és ráírtam egy szöveget, és ez a tábla, ez egyébként, amikor az animáció elkészül, akkor ez így mozog a kezében, meg ő maga is mozog. Tehát így megszemélyesített animáció vagy mozgás lesz benne. A profibb eszköznek gondolom a Powtoon-t, ami itt a jobb oldalon van. Itt is ilyen jelenetekből áll. A Biteable-nál a jelenetek alul vannak felsorolva, itt a Powtoon-nál meg bal oldalon látszik egymás alatt. Ez sok időt igényel, de láttam gyerekek által készített szenzációs pautunokat már, úgyhogy ha valakinek ilyen grafikai elköteleződése van, és szívesen foglalkozik vele, akkor nagyon szép dolgokat lehet csinálni. Ezt mindenki tudja, hogy a diákjai miben jók, miben, mire vágynak. És hát maga a jó öreg PowerPoint is alkalmas animáció készítésére, hiszen maga a diák úgy készíthetők el, hogy azon be lehet állítani önműködően a mozgásokat, beállítjuk, hogy hány másodpercig mi történjen,
mi következzen miután, és tulajdonképpen egy ilyen animáció készíthető el diákból, ahol minden egyes dián történik valami, és hogyha teljesen önműködő az egész, tehát beállítjuk az időzítést, akkor utána egy egyszerű mentéssel videóvá lehet alakítani az elkészült animációt. Tehát furcsa dolog, hogy maga a PowerPoint sokkal többet tud, mint amennyit az ember így elsőre gondolna. Én például hát előszeretettel használom rajzeszközként a PowerPointot, és tudom, hogy sokan vannak, akik így tesznek. Tehát több van benne, mint sokszor az ember gondolná. Itt is van egy ötlet, a stop motion animáció, mert ugye a stop motion animáció az azt jelenti, hogy tulajdonképpen jelenetenként, pici mozgásonként vesszük föl egy folyamatosnak tűnő dolgot. Tehát tulajdonképpen, ha elég sok fotót készítünk, akkor és elég aprólékosan, akkor úgy néz ki, mintha mozogna az adott dolog. Valaki nem tudja elképzelni, hogy ez milyen, akkor a Péterfi Borinak a Hajolj bele a hajamba című videoklipjét nézze meg az így készült ilyen fényképekből, de úgy néz ki, mintha folyamatos, mint egy videó lenne. És hát végül van egy szuper eszköz, ami mindent tud ezek közül, és ezt nagyon ajánlom mindenkinek, ez pedig a Scratch. A Scratchben egyesül a programozás is, nagyon egyszerűen lehet létrehozni dolgokat, interaktív is lehet az eredmény, filmes, animációs is lehet az eredmény. Itt látszik ez a kis varázsló, amit így rátettem erre a háttérre. Ugye a hátteret is, és a figurákat is jól meg lehet választani. A János Vitéz az azért van itt, mert a mintaprojektek közül a hős kerestetik a Digitális Témahit tudásbázisában pontosan egy olyan magyar 5.-6. osztályosoknak szóló magyar nyelv és irodalom órához kapcsolódó projektet ír le, amelyben a hős egy adott ponton a gyerekek Scratchben megalkothatják a saját hőseiket. Egy ilyen egyszerű animációt, vagy a Scratch alapokat megismerni gyerekekkel olyan fél óra körülbelül, de egy óra alatt biztos már el lehet jutni oda, hogy egyszerű játékot is tudnak készíteni a gyerekek. Úgyhogy ezt nagyon biztatok mindenkit, ez nem informatika órára való csupán, hiszen egy csomó mindent meg lehet vele oldani, tehát a gyerekek tudnak, nem tudom, a felhőmozgásokat animálni benne, magyarázni, tehát nagyon sok mindenre jó. Egy dolog azért van, hogy a kinézete miatt inkább az általános iskolások szokták kedvelni, bár láttam már idősebbeket is örülni a Scratchnek, de azért ezt mindenképpen ajánlom. Ez az alsó tagozaton is megy már, és nagyon sok egyszerű segítség van a neten, hogy lehet ezt gyorsan megtanulni. Én már nagyon sok tanárt tanítottam meg az alapokra, nagyon gyorsan megy, és ha valaki ez ráérez, és a gyerekeket egy kicsit lelkesíti, akkor ezzel szuper dolgok jönnek létre. Igen, vannak könyvek is, van Scratch könyv is, és sokféle, de van csomó magyar nyelvű Scratch videó is a YouTube-on. Van olyan, amit gyerekek csináltak, és abból is lehet tanulni, én is tanultam már belőle. És akkor végül, és hát utolsó sorban maguk a videók, tehát videók is készíthetők, most már mindennel lehet videót készíteni, többek között mobiltelefonnal is, és amit én szeretnék itt tulajdonképpen mutatni, hogy maga a YouTube rendelkezik egy ilyen videókezelő
ilyen alkotói stúdió valahol, egyszerű dolgokat meg lehet a videóval csinálni, tehát nem szükséges az, hogy profi vágóprogrammal essünk neki. Az is igaz, hogy a gyerekek magán a telefonon már meg tudják szerkeszteni, vágni a videójukat, ez is egy lehetőség, de a YouTube-on is lehet, tehát látni, hogy lehet látni, hogy lassítani, lehet a felvételt, vagy a színeken módosítani, vagy zenét lehet, hangot lehet alátenni. Tehát megint azt szeretném itt ebből hangsúlyozni, hogy gyorsan lehet eredményhez jutni, nem hetekig rágódni a problémán, hogy ezt hogy oldjuk meg. Egyébként is igaz az, hogyha bárkinek gondja, kérdése van, akkor itt a Digitális Témai Tanári Fórum, ez a tegnap este a példa arra, hogy fölmerült egy kérdés, és már repültek a válaszok. Tehát itt mindenki szívesen segít, és egymástól tanulunk. És akkor most a pályázatról szeretnék beszélni, egy pár olyan információt is mondanék, ami még nem is ismert, úgyhogy aki itt van, most exkluzív információkhoz is hozzá fog jutni. Ugyanis hát pályázatok is vannak a digitális témahéten, tehát akinek van kedve, az még akár nyerhet is valamit, de már így is nyer mindenki azzal, ami történik, az már egy nyeremény szerintem. Nagyon fontos tudni, hogy a digitális témahetet nem ellenőrzi senki, tehát nem megy oda senki, hogy na akkor hogy is van ez. Viszont, hogyha az eredmények fölkerülnek az iskola honlapjára, az szerintem egy hasznos, jó dolog. Egyrészt látják a szülők, meg a külvilág, hogy ott mi történik, szóval sok hozadéka van. És akkor most egy picit beszélnék magukról a lehetőségekről azért, hogy arra biztassak mindenkit, hogy gondolja meg, hát ha van kedve pályázni. Ugye korábban, még tavaly kiírásra került egy projektíró pályázat, amelynek révén beérkeztek projekttervek. Ugye korábban a projektterveket is a digitális témáit után gyűjtöttük össze, most előtte, és az ide beérkezett pályaműveket fogjuk jutalmazni. Ezek itt azok a kategóriák, amelyek ehhez kapcsolódnak, tehát ami a kék színű szövege fölött van, azokra vonatkozik, akik már korábban beküldtek projektet, kidolgozott projektet a pályázatra. Ott összesen 6-7 külön díj, vagy 6-7 díj és külön díj egyben, ami a támogatók révén hát kiosztásra kerül. Azt kell tudni, hogy ahol nincs feltüntetve támogató, ott a támogató azok mi vagyunk, tehát a koordinációt végző digitális pedagógiai módszertani központ teremti elő a lehetőséget arra, hogy ezeket a díjakat megkapják a pályázók. Ugye most a pedagógus pályázatokról beszélünk, viszont új lehetőség is van, tehát ha valaki úgy érzi, hogy nagyon jól sikerült a projektje, és meg is valósította tényleg, akkor erre az innovatív pedagógus díjra lehet pályázni, amihez az kell, hogy elektronikusan, mondjuk egy honlapon, mondjuk az iskola honlapján publikusan dokumentáljuk azt, hogy mi történt a projektben. Erre nincsen szabály, hogy mi minden kell oda. Az a lényeg, hogy a zsűri jól lássa, hogy mik a tevékenységek, milyen módon történt a gyerekek bevonása, mit csináltak a gyerekek, hogyan értékeltük őket, mi a projektnek az eredménye, vagy melyek az eredményei, hogyan mutatták be, hogyan sikerült maga a projekt.
Úgyhogy erre már majd lehet készülni. Látszik a jobb sarokban, április 18-ig lehet pályázni azért, hogy legyen idő a dokumentációt befejezni, elkészíteni. És hogyha van olyan iskola, akik úgy vesznek részt a digitális témahéten, hogy együttműködnek egy másik iskolával, akkor annak a oktatási hivatal eTwinning szolgáltató pontja egy pedagógus továbbképzést, vagy egy-egy pedagógus továbbképzést és egy ajándékcsomagot is fog adni, már legalábbis a legjobbnak, úgyhogy itt ilyen páros díj is várható. Ami még nem került föl a honlapra, de holnap az is fölkerül, és hát ez most csak önöknek. A két olyan pályázat is lesz, amit két támogatónk révén tudunk bejelenteni. Az egyik a Stifel Eurocard Kft., akik a Bibot kapcsán egy pályatervező oldalt is készítettek. Ennek a linkjét kitettem a múlt héten a tanári fórumba, és ehhez kapcsolatban egy pályatervező hát pályázatot hirdet a Stifel, ahol több szinten nyeremények várhatók, és ide kapcsolódik az, hogy a Nemzeti Közmű egy okos otthon projekt tervet készített, amit hamarosan, tehát holnap fogunk kitenni a honlapra. Tehát ha valaki még úgy van, hogy még esetleg bevállalhat egy ilyen okos otthon projektet, akkor indulhat a Nemzeti Közmű külön díjáért is, pontosabban kettő pedagógus, aki ezt a legjobban megvalósítja, nem teljesen az egész projektet, hanem a projekt alapján dolgozik és bonyolít le projektet. Itt a Nemzeti Közmű két iPhone típusú mobiltelefont ajánlott fel díjnak, úgyhogy ez nagyon friss információ, még nem is tettük ki, úgyhogy én szerintem van miért a megvalósításban is dolgozni. És a következő az pedig intézményeknek szól, tehát hogyha egy iskola több projektben dolgozik, vagy hát egy iskolában van, aki több projektet is koordinál, vagy segít az egész digitális témahét lebonyolításában, akkor érdekes lehet az, hogy az iskolák pályázhatnak több különdíjra. Az egyik az innovatív iskola különdíj, ahol a projektek alapján lehet elnyerni a díjat, és van aktív iskola különdíj, ahol a legaktívabb volt az iskola a kommunikációban, a tanulók, pedagógusok bevonásában, és ott a szokásokhoz híven itt is azt lehet látni, mint az előző dián is, hogyha a pénzösszeget látunk valahol, tehát például 300 ezer forint értékű eszköz, az úgy szokott lenni, a régiek tudják, hogy lehet választani egy listából, hogy mi az, ami szükséges, nem tudom, robotkészlet, laptop, stb. Kódolás külön díjat ajánlott fel egy óvodának vagy alsó tagozatos iskolának a Stifel Kft. Egy olyan projekt, a legérdekesebb, legjobb olyan projektér, ahol kódolás vagy algoritmikus gondolkodás van, és egy darab bíbot robotot ajánlottak föl, és ide kapcsolódik, hogy ha valaki közgyűjtemény felhasználására épülő projektet valósít meg, az Emmi jóvoltából, hát múzeumok éjszakája belépőket nyerhet. Itt mondom el, amit biztos sokan tudnak, hogy a digitális témahit honlapján a tudásbázisban elérhetők ilyen 7-8 múzeumnak a projekt ötletei, projekt javaslatai, és ha jól tudom, tegnap felkerült már a Microsoft révén Nádori Gergelynek a
Minecraft projektterve is, úgyhogy van ott minden, még aki úgy van, hogy még gondolkodik, ott még mindig érdemes böngészni. És iskoláknak is van egy külön pályázat. A Vodafone alapítvány jóvoltából a Vodafone digitális iskola hálózatba lehet bekerülni egy iskolának. Ennek a részletei le vannak írva a honlapon, a hírek között is, és a pályázatokról is elérhető módon. Tehát, hogyha valakit ez a lehetőség érdekel, hogy mit jelent ez a Vodafone digitális iskola, arról lehet videókat is találni, hogy hogyan támogatják az adott intézményeket. Itt elsősorban hátrányos helyzetű diákokkal dolgozó iskolákat várnak, és a Vodafone fogja majd kiválasztani, hogy mely intézmény csatlakozhat ehhez a kezdeményezéshez. A pályázati határidő ebben az esetben is április 18-a. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a digitális témahétre. Aki még nem regisztrált, az gyorsan kerüljön fel a térképre, hiszen már egyre többen vagyunk, és akinek kérdése van, az megtalál minket számos helyen, például a dthkukac.dpmk.hu címen, és természetesen a Facebookon a Digitális Témahét tanári fórumban is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és amennyiben kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok, jöhet a chatben, jöhetnek a kérdések.